A 28 éves Attila születési rendellenessége miatt mozgás és beszédképtelen. A család mindent megtett annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten teljes életet élhessen. Nem tud se beszélni, se úgy egyedül étkezni, semmit önállóan nem tud, de ugye az értelme ahhoz mérten nagyon jó egyébként. Számítógépet is úgy kezeli, hogy a fejével működteti. Az egyébként is nehéz helyzetben aztán további tragédia történt. Attila édesanyja a közelmúltban elhunyt, így a vállalkozó édesapjának kell a továbbiakban gondoskodni a fiáról. A tragédiát követően Csikós Töttös összefogott. 150 támogatói jelentkezett, 145 magánszemély, illetve család, mondhatom nyugodtan úgy, sőt vállalkozás. Én nagyon büszke vagyok arra a térségbe, ahol minden nap én ott töltetem, hiszen ez egy olyan magas szám volt, ami engem is váratlanul ért. És nyilván ebben van egy banki átutalás, amely bizonyítja azt, hogy megközelítőleg, mint egy 3 millió forintot átutaltunk Attila végleges elhelyezése céljából, amelyet csak is kizárólag a gyámhatóság engedélyével az édesapa arra célra tud felhasználni. Attila mindennapi ápolásában a szomszédok és a család is segítséget nyújt. Azt remélik, rövidesen sikerül egy olyan nappali ellátóhelyet találni, ahol Attila élheti mindennapjait.